Az első autóm egy Wartburg volt, azt 4 év után lecseréltem, és vettem helyett egy Polszki Fiatot. Az első autó az egy mindennapi használatos, van egy autóm, és ennyit jelentett csak. Aztán 2006-ban, amikor divatba jött az IVIV, akkor én feltettem a fényképemet a Polszki autóval, és akkor a fiúk engem bejelöltek ismerősnél, így kerültem kapcsolatba életembe először a Polszki Fiat Klubbal. Akkor, amikor az első Polszkimat megvettem, akkor tulajdonképpen a családtagjaim ajánlották. 89-ben. Igen, ez az autó nem volt új, használtam, vettem. Sógorom ajánlotta, van egy eladó Polszki Fiat, volt annyi pénzem, amennyit kértek érte, és megadtam az első Polszki Fiatot. 1982. Hát igazából a legelső autómat azt használtam 5 évig. És motor probléma miatt nem tudták megszerelni, és 5 év után a Polszki Fiatot lecseréltem egy másik Polszki Fiatra. Azt majd egy picit később szeretnek neki visszanyúlnia ide. Egyelőre most az autó történetéről egy érdekes dolgot elmondok, és akkor utána visszatérek oda, hogy a 2006-os Polszki Klub, és utána jöhetünk a régi dolgokhoz. Az első Polszki Fiatomat lecseréltem, és a véletlen során egy ugyanolyan színű, szinte majdnem ugyanolyan évjáratú másikat vettem, 2 év különbségben a 2 Polszki Fiat között, az a második, az 84-es. És innen jön egy érdekes történetem, hogy egyszerre 2 autóval nem tudok közlekedni, mind a 2 ugyanolyan színű volt. Na most én egy pici faluban lakom, ahol ismer mindenki mindenkit, mindenki mindenről, mindenkiről mindent tud. Most az egyik autó helyett otthon, a másokkal én közlekedtem, és jöttek, kerestek otthon. És édesanyám kimegy, keresnek engem, azt mondja, nincs itthon. Nem mondja, hogy nincs itthon, ott áll az autója, itthon kell, hogy legyen. Na most motorbaja volt, nem tudok, mindent nem készült el. 5 évig állt az udvarba, az első Polszki Fiat autóm, akkor nekem még a Polszki az csak egy autó volt. Ez semmi különösebb. Szerettem menni vele, saját autóm volt, de különösebben nem jelentett sokat akkor még. A második autóm a mai napig megvan, tehát az azonos színűből a második. A mai napig megvan, garázsban él, sajnos motor problémája van. Amire büszke vagyok, 300 000 kilométer van a motorba, és meg senki nem nyújt hozzá, tehát a motor nem volt felújítva, most halt meg a motor. Azt mondta, hogy igazából lehet vele közlekedni, csak én nem mertem. 200 kilométerenként megevett egy liter olajat, és attól féltem, hogy ahogy verik ki a ventilátor és a többi alkatrész az olajat, attól féltem, hogy a forró kipufogóra recsöppen és kigyullad, és ezért inkább nem mertem vele közlekedni. Na most, amikor ez a narancsszínű autóm azt mondta, illetve nem mertem tovább használni, nem volt másik autóm, és akkor már megszerettem annyira a Polszkit, hogy azt mondtam, hogy nem veszek mást, csak Polszki Fiatot.
autót, amivel most itt vagyok. Sikerült olyan állapotba megvenni, hogy egy hét után mellett elindultam vele Varsóba. Illetve nem Varsóba, mert Torunkba volt az úti célunk, amivel most itt vagyok. Az első mert nincs meg, annak az 5 éves nyelásban volt egy története, a narancs, és amivel most vagyok itt, az a 2 meg megvan. Ezzel a legutolsó, a 3. autóval, vásárlás után 1 hétre, 2 hétre rá, elindultunk 2 autóval Torunkba. 999 kilométer volt az indulási helytől a Toruni kempingig. Ez volt az első olyan hosszabb útja. Ezzel elmertem indulni, és hát azóta is folyamatosan rendszeresen járunk Lengyelországba, kilométer nem számít, milyen messzire. Visszakanyarodnék oda a 2006-hoz, amikor ez az egész klubtörténet előkerült. Hát akkor az évben ugye összeismerkedtünk egy pár poszki tulajdonossal, akkor már ők magánszemélyként önszorgalomból készítettek egy honlapot, poszki.hu néven, ez a mai napig üzemel. Ami ebben fontos, hogy innen tudtam meg, mert addig nem tudtam róla, ekkor tudtam meg azt, hogy valamikor korábban, Tihanyban, a 70-80-as években már poszki találkozók voltak. Én nekem addig csak autón volt, és én erről semmit nem tudtam addig. Ehhez a csoporthoz, egyszerű autó tulajdonosok, és akkor beszélgettünk arról, hogy kellene egy hivatalos egyesületi formát csinálni, és így kezdődött el, hogy egyetlen létrejött a mostani Poszki Fiat Klub, aminek igen, és akkor ennek választottak meg az elnökének akkor, és azóta is próbálunk csinálni. Érdekes dolog, büszke vagyok rá egyébként, mert az egész országban nincs olyan autós klub, vagy márka klub, akinek nő lenne az elnöke. A hivatalos tagságunk az 28 fő. Nagyon kevesen vagyunk. Azt tudni kell, hogy az egész országban már
nagyon kevés abbaszki film. Amiről tudunk, az körülbelül 50-60 autó az egész országban. Tehát a mai rendezvényen majdnem mondhatom azt, hogy több lengyel autó volt itt, mint amennyi az egész Magyarországon van. Ezért nagyon nehéz egy picit a dolgunk. Szeretnénk visszaadni a Nagypolszkinak azt az imázsát, ami annak idején a 70-es években volt. Ehhez már nagyon kevesen vagyunk, és ehhez kell nekünk a lengyel barátaim segítsége, mert én azt hiszem, hogy a tegnapi felvonulás az nagyon sokat segített ezen. Magánszemély tulajdonában nagyon-nagyon kevés, nagyon elvétve lehetett pöszkét találni, és hát TSZ elnökök, vállalati gazgatók és ezek használták, tehát emiatt is egy pici imást kapott, hogy így mondjam, az autó, és amikor tömegével elkezdtek is gyártani és behozni a zsigulikat, ez egy más kérdés, hogy a politikai oldaláról ez hogyan történt. Egyszerűen olyan magasan tartották a poszki fiat áret, hogy az emberek nem tudták megvenni, és ezért lett el az országot a zsiguli. Ugyanakkor ugye az első poszki fiat Márka Klub az 1970-ben jött létre. Itt Magyarországon. 1970-ben volt a legelső lengyel-magyar poszki fiat barátoknak a találkozója Tihanyban. Ez 70-ben? 70-ben. Ezek a találkozók minden évben megtörténtek, egészen 1989-ig. Magát a találkozót támogatta anyagilag és szóróanyagokkal, nagyon sok mindennel a Polmot, a varsói FSO gyár, a Polmot, az a lengyel autóalkatrész kereskedelmi vállalat, külkereskedelmi vállalat, tehát neki az volt a feladata, hogy a külpiacra eladott autóknak az alkatrész utánpótlását biztosítsák. Tulajdonképpen így is mondhatjuk, mert amikor egy TSZ-elnöknek volt egy poszki fiatja, akkor a TSZ-elnök minőségben, de a poszki fiatja a legközőre eljött. Tehát ezt nem igazán tudom teljesen szétválasztani, hogy csak magánszemélyként vagy elemi vezetőként történt ez a találkozó. Én nem voltam egyiken sem, nem tudom. Darling, you send me. Darling, you send me. I know you send me. Send me. I know you send me. Darling, you send me. Darling, you send me. I know. 1980-ban volt a 10 éves jubileumi találkozójuk,
Igazából a Tihanyt, mint helyszínt kinőtték. Akkor még azért magánszemélyként is jóval több autó volt, és akkor a rendezvénynek a helyszíne átkerült Balatonudvariba. A Tihanyban van a rendezvény, az csak megmaradt úgy, hogy az autós találkozó után ott volt az estebéd, de maga az egésznek a lebonyolítása. Tulajdonképpen ugyanaz, mint most itt Csotakon, hogy itt van a főhadiszállás, de maga a program az a Tihany. Tehát akkor is van egy hasonló mondat. A rendszerváltás időszakáig tartott. Akkor nálunk és Lengyelországban is egy kicsit más vágányra kerültek a gazdasági dolgok. Megszűnt a nyelvésző támogatás, és ezek az emberek már akkor elég idősek is voltak, és hát nem volt utánpótlás, nem volt támogatás. 89 után megszűntek ezek a tívanyi nagy lengyel-magyar autós találkozók, és egészen 20 évig nem történt semmi. 4-5 fős baráti összejövetelek voltak, de hivatalosan nem szervezett senki tívanyi találkozót. Amikor mi megalakítottuk az egyesületünket, az első az volt, hogy ezt a tihanyi halálele bírmeníteni. Én elkezdtem kutatni ennek a történetét, és sikerült megtalálni az akkori klubnak az elnökét, aki a mai napig is él, idős, mert 82 éves, kicsit egészségi állapotra nem engedte meg, hogy most itt legyen, és ő rengeteg segítséget adott nekünk. A régi korabeli anyagokból átadta nekünk megőrzésre azokat a korabeli emlékeket, amiket ő is gyűjtött. És 2012-ben jutottunk el oda, hogy megszerveztük az első tihanyi nemzetközi találkozót. Ennek volt olyan előzménye, hogy 2010-ben felvettük a kapcsolatot a Varsói FSO Autóklubban, és 2011 tavaszán Budapesten egy közös poszkifiát kiállításra hívtuk meg őket, egy 4 napos közös kiállítást csináltunk az autós klubban, és aztán ez a kapcsolat úgy erősödött. Ugyanebben az évben, augusztusban meghívtak bennünket Torunba a találkozójukra, és még 2 autóval elmentünk hozzájuk, és akkor kezdett újra kialakulni ez a lengyel-magyar poszkifiát barátság, és ezen felbuzdulva 2012-ben megszerveztük az első tihanyi találkozót, aminek hagyományosan Balatonudvari volt a helyszíne, és azóta évente valamilyen formában találkozunk. Akkor eldöntöttük, hogy
évente, mint ahogy korábban a 70-es években ez működött, ez nem fog menni, hisz senki nem várhatja el, hogy minden évben csak a Balatonra menjenek nyaralni, és akkor jelentettük, hogy akkor meg tudnánk két évente megszervezni. És 2014-ben volt második alkalom, akkor már nem Balatonudvariban voltunk, hanem itt Csopakon, és aztán akarnak is most sikerült így megszervezni, ugyanígy tudunk jönni. A közbenső években pedig mi megyünk Lengyelországban. Nagyon szeretem őket, nagyon aranyosak, és én az igazi lengyel-magyar barátság az ezen a hétvégén itt Csopakon volt.